Ez az épület a Nagymányoki Ipari Parkot kiszolgáló logisztikai központ egyik központi helye. A szerelőcsarnok mellett az itt dolgozók kényelmét szolgáló épületek is épülnek. De nem ez az egyetlen beruházás, amely jelenleg is folyik a településen. A területfejlesztési operatív programból összesen megközelítően 400 millió forintos forrásból a vírusjárvány idején is folytak az építkezések. Gyakorlatilag ezek az utolsó épületek, amiket most rendbe teszünk, az elmúlt évek pályázatai teszik ezt lehetővé. Erre a két épületre, ami itt mögöttünk van, erre egy energetikai pályázat alapján kerül sor. Ez az épület étkezde is, konyha is volt, és a tervek szerint a jövőben is vendéglátási, közétkeztetési célokat szolgál majd. Az energetikai pályázat adta lehetőségek mellett a város a saját erejét felhasználva járult hozzá korszerűsítéshez. A rendkívüli helyzet ellenére is a beruházások gyakorlatilag ütemterv szerint folynak, némi átszervezéssel, de minden beruházásunk zajlik. Nagymányok a Magyar Falu program keretében pályázott az úthálózat korszerűsítésére. Kalbéra azt mondta, siker esetén ezek a beruházások is elkészülhetnek, még ebben az esztendőben.